Dugosi Dóra vagyok. 56 éves, három majdnem felnőtt gyerek anyukája. Szakmámat tekintve személyi edző és jógaoktató, ami talán az érdekesség, hogy nyers vegán étkezést folytatok már 7 éve, és vegán 15 éve. Azért kezdtem el, mert mindenféle egészségi problémáim és súly problémáim voltak. Azon kívül, hogy visszakaptam az egészségemet, ideálisnak érzem a súlyomat, sokkal többet kaptam ennél, mert egy fantasztikus erőllétet, energiaszint növekedést, pozitív életszemléletet, tehát az egész életem pozitív irányba változott meg. Az állatvilágból meríteni a példát, és úgy látom, hogy ez az állatoknál nagyon bevált. És mi az emberek talán kicsit túlságosan beleavatkoztunk, és ez aztán tényleg egészségromláshoz, meg mindenféle problémákhoz vezet. Az ő története és az ő egészségre való törekvése hihetetlenül inspiráló. A nyers vegánság azt jelenti, hogy képzeljétek el, semmit nem főz meg, semmit az ég egyadta a világon, minden étele nyersen, ahogy a Jóisten megadta, vagy ahogy a fáról leszette, vagy a földből kihúzta, úgy kerül az asztalára, és még azon belül is biztos vagyok benne, hogy fog valamilyen meglepetést tartogatni nekünk. Dóri élete egyébként mindenféleképpen figyelemre méltó, ezért most megmutatom nektek, és találkozunk vele, gyertek velem. Nagyon örülök neked. De azt érzem, hogy egyébként ismerjük egymást. Igen, abszolút. Ez az érdekes, igen, nem? Igen. Nagyon örülök, már nagyon is. Kíváncsi voltam én rá. Én is. Mivel készültél nekem ma? Hát szerintem próbáljuk ki. Csapjunk bele az edzésbe. A birodalmad. Bizony, készen állsz, Gréta? Úgy érzem, igen. Na, izgatottan várom. Azért akkor... az edzés az életem része, bár nem ez, tehát ez olyan, mint egy kicsit, mint a kínzó eszközök. Kicsit lehet, hogy arra emlékeztet, lehet, hogy van is benne valami. Én mindig az állatvilágból indulok ki, ugye a majom sem mondja azt, hogy ma bicepszezek, holnap meg, akkor csak lábnap van. Ez nagyon logikus. Hanem egész nap és minden nap az egész testét funkcionálisan használja. Ez jó lesz pont. Jó, és akkor ide beakasztom a lábam. Igen. Így a... Úgy. Úgy. Uh-huh. Igen, az nagyon jó. És tulajdonképpen itt kezdünk egy ilyen egylábas guggolásszerűséggel, mert letámaszkodsz a földre. És akkor ahogy tegyük először ide hátra a lábat a földre, nyomunk egy fekvőt. Gyönyörű. Előreugrasz. És fel! Igen, ha, azért érzem, hogy itt az egyensúly van. Ha nem esünk el, igen. Ha nem esünk el, azért nem olyan könnyű nem, ez. Nem. És megpróbáljuk a nehezebbiket? Próbáljuk. Na gyerünk akkor. Felteszed a lábad a másikra. Igen, a derekad ne lógjon be. Feklő. Visszaugrasz. És most ugrunk is egyet. És taps. Még egyet ebben a lábbal, rendben. Jó? Utána mehet. Jó. Feklő. Szép, gyönyörű. És taps. Ez mi volt? Szerintem elment a villany. Elment a villany, gyerekek! És akkor nem tudunk semmit se csinálni. Azt tudod, hogy valami mesztelen csinál? Elment a villany, és semmit nem tudunk csinálni, ez központi probléma. Annyit tudnánk csinálni, hogy átjövünk ide, ahol van terület.
természetes fény. Áthelyezzük a székhelyünket. Na mi újság? Gyere Gréta, menjünk át a másik menjünk terembe. Hát. Jó, jó. A másikba. Valahogy a Jóisten nem akarja, hogy kínosztál. Jó. Ebbe az aerobik terembe? Jöhetünk ide is, jó. Igen. Gyere. Igen. Amúgy vannak fitballok. Hát ez kemény volt. Igen. Most lehet, hogy majd a beszélgetésünk közepén majd megint meg visszajön a villany. Biztos, hogy így lesz, de ez valószínűleg azért volt, hogy ne égjek le előtted, mert amúgy hihetetlen, milyen fizikummal rendelkezel. 70-es években voltál te gyermek, hogy milyen viszonyod volt gyermekként a sporthoz, mert most egy Iron Lady vagy. De vajon ilyen gyerek volt? Tehát sportoltál egy gyermekkorodban, vagy már akkor is vonzódtál mondjuk bizonyos mozgásformákhoz, versenyszerűen sportoltál esetleg? Nem, én pont a másik oldalról kerültem ebbe a világba. Kicsi faluban nőttem föl, ahol nem is volt ez akkoriban se lehetőség, se divat. Az iskolában sem? Egy 4 tantermes iskolába jártam, ahol nemhogy 8 tanterem nem volt, és nyilván így aztán tornaterem sem volt. Kiválogattak téged súlylökőnek? Igen. Ez tényleg így volt? Igen, ez nagyon érdekes volt, mert anyukám tanár volt, és így a tanárok általában ismertek abba a kisvárosba, ahova később költöztünk, és a strandon az egyik testnevelő tanár szólított meg, hogy van-e kedvem súlylökőnek lenni. És volt kedved hozzá? És rettentő boldog voltam, nagyon büszke voltam, hogy itt kezdődik a sportkarrierem, fantasztikus, és mentem haza, boldogan, elújságoltam. És akkor anyu így egy kicsit ilyen csodálkozva nézett, meg egy kicsit így nem annyira örült ennek a hírnek, mint amennyire én vártam, és aztán mondta, hogy bármi más, csak súlylökő ne legyen. Csak az nem. Mi volt az a sorsfordító pont? Tudom, hogy nagyon sok sorsfordító pont volt az életedben, de amikor úgy igazán a sport az életed részévé vált, és már olyan sportot találtál, amiben tényleg örömödet leheted. Hát azt hiszem, hogy a végleges fordulópont az 25 éves koromban következett be, de azért addig nagyon sok minden, azt mondhatnám, hogy folyamatos jó-jó effektus. Uh-huh. Állandóan küzdöttem a súlyommal. Igen, tehát ezt a mackós termetet én nem akartam elfogadni, és aztán minden szörnyűséget elkövettem. Ami mit jelent? Tehát akkoriban még nem léteztek ezek a fogalmak, hogy anorexia, meg bulimia, tehát abszolút nem. Én ezeket magamtól találtam ki. És ebbe te beleestél ezekbe? És én ebben nagyon mélyen belecsúsztam, ilyen tinédzser koromban, meg... És most bocsánat, hogy erre rákérdezek, de rendesen ez a hány, tehát ez a túlevés... Minden fázison átmentem, tehát a hónapokig koplalás követték a hatalmas nagy bezabálások, volt hashajtózás, volt hánytatás, de anélkül, hogy akkori még nem volt internet, nem volt semmi, tehát ennek nem volt híre a világban, hogy ilyen létezik. De te tudtad, hogy ez egy probléma, amit kezelni kellene egy esetleg? Vagy fordultál igen. Segítségért valaki? Segítségért nem fordultam, de a testem kezdte jelezni, hogy ezt nem lehet csinálni a végtelenségig. Mi történt a testeddel? Tehát ilyen, én akkor allergiának neveztem, hogy állandóan tele lettem kiütéssel, feldagadt a szám, feldagadtak az ujjaim. Én magam éreztem azt, ugye ezeket a dolgokat, amikről itt beszéltünk, ezt az ember mindig titokba csinálja. Értem. Tehát ez nem, mondtam el nyilván az orvosoknak sem, hogy én mit művelek valójában. És hanem én magam döbbentem arra rá, hogy valamin változtatnom kell, ezt nem lehet így tovább csinálni, mert bele fogok halni. A kiút az volt, hogy arra jöttem rá, hogy olyan étkezést kell kitalálni magamnak, ami bennem marad. Amikor a kezemben fogtam a könyvedet, ugye ez két könyv egybe, az egyik az életedről szól, a másik pedig a módszeredről, de ez 13 évvel ezelőtt történt. És amikor megnéztem, akkor voltál 44 éves, és egy kockás, hasú, izmos nő volt a képen, és nem tudtam, hogy amikor találkozom veled, mire számíthatok, és tulajdonképpen ugyanaz a nő vagy ma külsőre. Közben azt is tudom, hogy egy vegán életmódra váltottál, sőt a könyvedben nagyon viccesen már meg is van említve, hogy olyan szó nincs benne, hogy vegán, sem szinte a vegetáriánus is csak éppen, hogy csak, hanem állati fehérjemmentes táplálkozás. Hogy jöttél erre rá? Nagyon sok betegségem volt. Ez érdekes, hogy fiatal koromban rengeteg gyógyszert szedtem. Tudnál felsorolni belőle, hogy mi kell? Állandó migrén, minden táskámba gyógyszereket hordtam 3 napokig, és nem láttam, annyira fájt a fejem.
nyálkő, ahol 15-szor operálták a számat belülről. Nem is hallottam. Lumbágó, de úgy, hogy egy hétig négy kézláb tudtam csak mászni, rettenetes volt. Ez az allergia szerű, amiről azóta most már tudom, hogy ez hisztamin érzékenység volt, amit a tönkretett bélflórám okozott. Tehát nagyon-nagyon sok betegség volt, és orvostól orvosig mentem, ahogy ez lenni szokott. És nem tudtak nagyon segíteni. Fiatal voltam. Mm-hmm. És nem tudtak segíteni, borzasztó dolgokat adtak, amitől még rosszabb, mert a mellékhatások, stb. És hogy a kérdésedre válaszoljak, én nem elhatároztam, hogy vegán leszek. Mm-hmm. Szerintem nem is ismertem ezt a fogalmat. Nem akkor. Volt ez a fogalom, igen. Szerintem akkor még. Hanem én azt éreztem, hogy valami elromlott a testembe, felborult az egyensúly, felhalmozottak esetleg olyan méreganyagok, itt a sok egészségtelen dolog következtében, amit elkövettem, hogy megpróbálom ezt én így magam helyreállítani. És akkor én próbáltam egy ilyen barna rizs, reszelt alma. Ez egy tisztító kúraszerűség volt? Mint egy tisztító kúra. És ezt én csináltam hetekig. Ami nem tartalmazott nyilván állati fehérjét. Ami nem tartalmazott. Uh-huh. Tehát igyekeztem olyan dolgok ezt összeállítani, ami a legtisztább talán. Tehát nyilván nincs abszolút tiszta étel, de próbáltam olyat keresni, ami a legkevésbé feldolgozott, legtermészetesebb, stb. És ami a döbbenetes volt, hogy pár nap után megszűntek a sok éve tartó tüneteim. És ez indította arra, hogy átgondoljam az egészet. És akkor éreztem, hogy nincs visszaút. Tehát, hogy én már nem térhetek vissza ahhoz az étkezéshez, amin felnőttem és ahogy korábban ettem, hanem ki kell alakítanom valami teljesen más. És amit kialakítottál, az sem egy diéta lesz, hanem ugye azt különbözteti az meg az életmódot és a diétát, hogy a diétát azt egy kis ideig csinálod, az életmód viszont egy életre abszolút szól. Igen, igen. Én az állatvilágból indulok ki mindig. És azt mondom, hogy ha az állatvilágban a természet minden állatnak megteremti a neki való ételt, amit különösebb eszköz nélkül csak a saját mancsával és fogaival meg tud enni, akkor az embernek is létezik az az étel, ami neki az ideális. És ugyanúgy, ahogy az állatok között minden faj összes egyede ugyanazt eszi. Tehát vegyük azt, hogy nincs olyan oroszlán, akinek nem való a hús. Az oroszlánok közül az összes oroszlán ugyanazt az ételt. De azt mondják teszi. Az emberekről, hogy nem azt mondjuk, hogy ragadozók, de hogy mindenevők, ezt szokták mondani. Igen. Most. Igen, nagyon-nagyon sok tény megcáfolja ezt már, erről több előadást is tartottam. Tudom, ehhez most kevés az idő, de ugye a fogazatunk, a bélrendszerünk. Abszolút, igen. Tehát itt... És nem kívánunk meg egy kapirgáló csirkét, és a tépőfogainkkal nem szedjük igen. szét, igaz? Hogy én most azt mondom, hogy a húsevő, akkor az, ha az ösztönökre hagyatkoznánk, akkor igen, én széttépnék egy nyulat, és leülnék a tévé elé a nyers nyullal, és mondjuk a beleit enném meg először, így mint van. Egy ragadozó. Teljesen egyetértek. De az ember mindent elkövet a hússal, hogy az ne emlékeztesse arra a nyers, döglött állatra. Igen. Tehát nyilván a grillezés, a fűszerezés, a mindenféle előállítás, már amikor a boltba megveszem, akkor úgy van csomagolva, úgyhogy már akkor nem jut eszembe róla. Tehát nem gondolnám, hogy ez a zsigereinkben van ez a vadászat, meg ez a húsevés. Apropó grillezés, és főzés, és igen. sütés. Te még használsz tüzet az ételed elkészítéséhez? Olyan értelemben igen, hogy a gyerekeimnek főzök. Saját magadnak már nem? De magamnak már nem. Már 7 éve nem. 7 éve? Igen. De ha nem eszel ezt, és ezt, és ezt, akkor mit eszel? És egyáltalán hogy tudsz izmot építeni? Mennyi fehérjére van szükség? Honnan szeded a fehérjét? Igen, ez mindig előjön ez a kérdés, de ha megnézzük a föld állatait, a legnagyobb testű állatok, azok mind növényevők. Tehát ha megnézzük a orrszarvút, az elefántot, a zsiráfot, akár a lovat, tehát hatalmas nagy a gorillát, iszonyú erős és nagy testű állatok, növényevők. Az, hogy honnan van a fehérjém, azt mondhatom, hogy a sötétzöld levelekben benne van az összes aminósav, amiből mi felépítjük a fehérjénket. Tehát nem kell nekem lebontani egy, mert egy állati fehérjét megeszem, az olyan, mintha le kéne bontanom előbb egy házat, uh-huh. hogy azokból a téglákból én felépítsem a saját házamat.
Tehát akár közvetlenül nem is. Gazdaságos. Aha. Valójában. Rengeteg tudom, energián értem. Megy el arra, és rengeteg szemét keletkezik, amit a testemnek le kell bontania. Igen, igen, igen. Míg a zöld levelekből csak nyilván ehhez egy nagy mennyiséget kell megenni, és nekem ebbe segít a turmix, a zöld turmix, hogy a sötét zöld levelekben benne vannak az aminosavak. Csak ugye a mindnapi rendünk nem olyan, hogy egész nap üljünk a fán és együk a zöld leveleket, ezért nekem sokkal egyszerűbb ezt egy turmixba koncentráltam. Ez a főételed, a turmix? Meginnom. A zöld turmix nagyon nagy szerep, mert a munkám mellett is ugye nincs időm, hogy én ott a vendégek mellett kimenjek és szeleteljek. Tehát mit raksz még bele? Turmixomat. A zöldeken kívül, mert gondolom zöldlevelesek van. Van nekem egy nagyon nagy teljesítményű turmixgépem, nagy tartállyal, amit félig megtömök zöldlevelekkel. Amik például? Ami például két teljes csomag petrezselyem száraz túl. Azt imádom. Ez a kél, ez a fodros kell, akkor római saláta. Nem kell mind az összes egyszerre, csak most ugye alternatívákat mondok. Angol zellert mindig sokat rakok bele. Tehát, és hát rengeteg olyan levél van, amiről nem gondoljuk, hogy ehető. Tehát porcsi. Például a reteklevél, a reteklevél is ehető. Karalábélevél, a céklalevél, akkor a gyomnövények között rengeteg, a tyúkhúr, nagyon-nagyon egészséges. Tehát amit eldobunk, rengeteg olyan levél van. És félig ököllel megtömöm ezt a tartályt zöld levelekkel, tehát ez egy nagy mennyiség. És erre jön az, amitől ez finom lesz. Mindig a gorillát hozom példának, mert én például csináltam egy elemzést, összehasonlítottam, hogy mit teszik egy gorilla egy nap, és mit teszem én egy nap. Tehát, hogy például a testsúlyához képest a gorilla hány kiló ételt teszik meg, vagy én a testsúlyomhoz képest. És a síkvidéki gorillával nagyon megegyező arányaiban az, ahogy én eszem. Én szeretném, hogyha összefoglalnád azt, hogy ami a mai Lugosi Dórához, az 56 éves, egészséges, majkicsattanó, gyönyörű nőhöz vezetett, mi az, amit feltétlenül fontosnak tartasz, hogy átad akár a nézőknek, akár a vendégeidnek, vagy az emberiségnek? Amit így a saját tapasztalatomból én így le tudok szűrni, és nagyon egyszerűnek hangzik, de valójában mégis nagyon nehéz azt látom megvalósítani, hogy ne kívülről váljuk a megoldást. Tehát a testünk, vagy mi magunk, mi nem olyanok vagyunk, mint egy autó. Hogy elviszem a szervizbe, odadom a szerelőnek, aki kicseréli benne az alkatrészt, vagy kicseréli az olajat, és akkor megkapom, és megint működik. Tehát ezt látom, hogy az emberek sokkal inkább hisznek abba, hogy elmegyek az orvoshoz, feliratom a gyógyszert, beszedem, és majd meggyógyulok. De attól nem fog meggyógyulni, az csak valamilyen szinten a tüneteket elnyomja, stb. Nyilván van kivétel, nem akarom teljes mértékig ezt kizárni. Tehát, hogy sokkal inkább abba kell hinni, hogy képes vagyok én magam az életmódommal a kezembe venni a sorsomat és az egészségemet. Én fogok készíteni neked egy ételt, és hát remélem, hogy a kedvenceid egyike lesz. Nem tudom, hogy szereted-e a nyers tortákat, az édességeket. Abszolút, nagyon. Édesszájú vagy egyébként? Igen, igen, igen. Ezt aztán viszont a nyersevésbe azért ki is tudom élni. Képzeld el, hogy én pont egy zsírszegény tortával készültem neked, úgyhogy annyira örülök. Úgyhogy megyek is, és elkészítem Dórinak a bisztróban. A nyers tortánál az alapkoncepcióm az volt, hogy a torta nagyon finom legyen, de mégse tartalmazzon zsírt, vagy legalábbis nagyon kicsi százalékban. Ezért arra gondoltam, hogy a nyers torta alapját, amiben kerülne mandula, dió és egyéb kókuszreszelék, azt kicserélem csiráztatott hajdinára. A hajdina ugye nagyon magas rost tartalmú, és nagyon sok B-vitamin tartalmaz, és mivel csiráztatott, és csak picit van visszahűtve, és nincsen túl melegítve, ezért ez teljesen nyers marad, és benne maradnak a tápanyagok. Ezt az egészet beleteszem egy aprítógépbe, majd hozzáadok édesítésképpen, és azért, hogy összeragadjon és legyen egy jó kis torta alapom, tudjátok, mint a kekszes alapok általában a tortánál, ahhoz pedig ilyen irányida tojást fogok használni. Még nem teljesen jó, de már majdnem.
megnézem. Jó kis ragacsos alapom lett, és ezt az egész masszát egy 18 centis kapcsos tortaforma aljába egyszerűen csak lenyomkodom egyenletesen. Most, hogy ilyen gyönyörű torta alapunk lett, nincs más hátra, mint a fahéjas citromos almakrém elkészítése, amihez csak 4 hozzávalóra lesz szükség, a 2 gyönyörű zöld almára. Mivel ez egy fahéjas almakrém lesz, ezért kell bele fahéj, úgyhogy most ezt bele is rakom. És még nagyon fontos, hogy mivel citromos fahéjas almakrém lesz, ezért lesz benne citromhéja. Fogom és belereszelek körülbelül egy felet. Szerintem ennyi elég lesz. És most egyszerűen csak össze fogom krémesíteni, de azt szeretném, hogyha maradnának benne almadarabok, tehát nem egy almapépet akarok létrehozni, hanem csak ilyen reszelt alma érzést. Azt mondhatnám, hogy most készen vagyunk, de még kihagytam egyetlen egy alapanyagot, ez pedig az Utifű maghé, aki egy kicsit egészségtudatos és jártas ebben a világban, az pontosan tudja, hogy ez nagyon jó kocsonyásít, és nagyon jó béltisztító egyébként, de most egy ilyen kémiai folyamatot fogunk elindítani az almával, tehát mint egy ilyen összefogóként, egy ragacsként fog szerepelni. Körülbelül egy evőkanára van szükségünk. És ezt beleszórom, és még egyszer elkezdem turmixolni. Alakul. Készen van az Utifű maghé, jól összekocsonyásította nekem ezt a kis krémet, és ahogy látjátok, még rusztikus maradt benne az alma, és azért szeretem a zöldet, mert a színe is látszik, szóval, hogy a héja is rajta maradt, úgyhogy még szép színe is lesz ennek az úgymond krémnek, és nincs más hátra, mint hogy ezt belekenjem a tortába. Gyönyörűen illatozik. Most azonnal bele is harapnék, de még nem tehetem, hiszen most az a feladatom, hogy ezt betegyem egy órára nem a sütőbe, hanem a mélyhűtőbe, úgyhogy egy óra múlva jövök. Egy nyers tortát ígértem neked, Dóri, ami el is készült, amint látod. Úristen, ez fantasztikus, ez gyönyörűen néz ki, biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan finom, amilyen nagyon szép. Azt tudnod kell, hogy ahogy szeretted volna, nincsen benne zsír, 0%. Fantasztikus. Parancsolj, Dóri. Köszönöm. És direkt nem mondtam el még, hogy milyen íző. Hát isteni finom. Alma meg lime az van benne, gondolom. Nagyon-nagyon finom üdítő, de nem tudom, hogy miből van az a ropogós alja. Az alja. Mert nem magból van. Akkor elárulom neked, ez csiráztatott hajdina. Úristen, nagyon-nagyon finom. Csiráztatott hajdina és egy kis datoljával fogtam össze. De az a jó, hogy az alja a legédesebb, azon van ez a savanykás üdítőkrém, és a még savanykásabb gyümölcsök, tehát annyira pikáns az egész. Nagyon örülök. Hát ez egy a legistenibb nyers torta, amit valaha ettem életemben. Köszönöm szépen. Az egész lénye szerintem nagyon, nagyon inspiráló és egy energikus nő, és igazából 16 év múlva én azt mondom, hogy így szeretnék kinézni, és ennyi ráncot szeretnék az arcomon, hiszen tényleg ő maga a saját reklámja. Szokták mondani, hogy
nem lehet megmagyarázni senkinek, hogy milyen életmódot kövessen, hogyha belülről nem érzi, de hogyha Dórival eltöltesz 5 percet is, és ránézel, belenézel a szemeibe, megnézed a bőrét, a testét, és azt a lélekemelő kisugárzását, amivel rendelkezik, akkor szerintem kedvet kapsz ehhez az életmódhoz. De nagyon-nagyon remélem, hogy számotokra is inspiráló volt, és megszerettétek ezt a kedves teremtést.